Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Ellátás nélkül egyre több a tartósan betöltetlen fogorvosi praxis. Már futófejlesztéseket állítanának le, először ülésezett a járványhelyzet kitörése óta a Szekszárdi Gazdasági Bizottság. Változások a mérőórák leolvasásában, megnövekedett lakossági fogyasztásra számít a szolgáltató. Újra nyitott az idősek klubja Tolnán, egyelőre szigorú szabályok vannak érvényben. 25%-kal nőtt júniusban a tartósan betöltetlen fogorvosi praxisok száma Magyarországon. Ez csaknem 851 ezer ember fogorvosi ellátását érinti hátrányosan. Tolna megyében is 5 településen csökkentett óraszámban helyettesítéssel látják el a betegeket. Nagy Ákos, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke úgy véli, az a legfőbb probléma, hogy alulfinanszírozott a rendszer. Decs, Gyöng, Iregszemcse, Nagydorog, Szakály. Ezekben a Tolna megyei körzetekben a fogorvosok csökkentett óraszámban helyettesítéssel látják el a betegeket, de az ország több részén vannak ténylegesen ellátatlan körzetek is, ahol a lakosság egyetlen egészségbiztosítási szerződéssel rendelkező fogorvoshoz sem tartozik. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont adatai szerint júniusban a fogorvosi alapellátásban 11 praxis szerződése szűnt meg. 3 hónap alatt a tartósan betöltetlen fogorvosi praxisok száma 53-mal nőtt. Nagy Ákos, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke azt mondja, az üresen álló praxisok csaknem 851 ezer ember fogorvosi ellátását érintik hátrányosan. Véleménye szerint az alulfinanszírozottság miatt van ennyi betöltetlen fogorvosi praxis. Ráadásul az országos egészségbiztosítási pénztár pontosan ugyanannyit fizet annak a fogorvosnak, aki saját ingatlanban, saját eszközeivel látja ezt a feladatot, mint aki önkormányzati ingatlanon, önkormányzati eszközökkel dolgozik. Egy új rendelő felszerelése azonban sokba kerülhet. A legtöbb fogorvos az a saját eszközeivel dolgozik, sőt a fogorvosoknak 30%-a saját ingatlanjába is dolgozik. Ez azt jelenti, hogy ha kiköltözik egy fogorvos az épületből, elviszi a saját felszerelését, ugye nem tudta eladni a körzetét, akkor lehet, hogy az önkormányzat rendelkezik a 4 falat, de egy új rendelő felszerelése az 10-20 millió forintba kerülne. Jelenleg 42 milliárd forintot fordít a kormányzat a fogorvosi ellátásra. Tárgyalások folynak arról, hogy ezt a forrást növeljék. Ott tart a rendszer, hogy közel a kétszeresét kéne betenni. Tehát ha ezt a fogászati csomagot, ami ma Magyarországon él, ami azért Európán belül egy nagyon jó fogászati csomagnak mondható, ezt meg szeretnénk tartani minden részével együtt, akkor körülbelül olyan 82-83 milliárd forintos fogászati kasszára lenne szükség. Nagy Ákos úgy véli, nem csak a praxisok finanszírozottságával van gond, hanem az eszköz és amortizáció finanszírozását is rendezni kell a tulajdonjogi viszonyoknak megfelelően. Valamint a betegeket is ösztönözni kellene véleménye szerint arra, hogy időben menjenek fogorvoshoz. Fél évet kaptak az elmaradt vizsga pótlására azok az autóvezetők, akiknek a veszélyhelyzet alatt járt, vagy a most következő 2 hétben jár le a műszakiuk. Június 18-án szüntette meg a kormány a veszélyhelyzetet Magyarországon. A korábbi intézkedések szerint az ezen időszak alatt lejáró okmányok a veszélyhelyzet megszüntetése után még 15 napig lesznek érvényesek, így a forgalmik is. Ám most kiderült, hogy a 15 helyett 180-ra módosították a türelmi időszakot. Fontos különbség a korábbi előíráshoz képest, hogy az okmány érvényességének meghosszabbítása nem csak a magánszemélyek, hanem a vállalkozások más jogi személyek által üzemeltetett gépjárművekre is érvényes. Több már futó városi beruházás leállítására és a tervek módosítására tesz javaslatot Szekszárd közgyűlésének a Helyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. Erről a rendkívüli jogrend feloldását követő első ülésükön döntöttek az éjjel Szekszárd frakciót képviselő tagok. Emellett a bizottság támogatja a szekszárdi szüreti napok megtartását, amire szerintük szeptember 17-e és 20-a között kerülhetne sor. Szekszárd Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága soros ülésén arról döntött, azt javasolja a közgyűlésnek, függessze fel azt a határozatot, mely a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építését tette lehetővé.
Mint arról már korábbi adásainkban is többször beszámoltunk, az ott lakók közül többen és az ÉSZ frakció közösen tiltakozott az ott folyó munka ellen. A legutóbbi helyszínbejárást követően, miután semmilyen érdemi okot nem tudtak felhozni az építkezés ellen, Ács Rezső polgármester bejelentette, itt az eredetileg meghatározott helyszínre épülne a terveknek megfelelően a rendelő, mert ellenkező esetben a várost jelentős veszteség érheti, elbukhatja ugyanis azt a 80 millió forintot, amit egy topos pályázat és a miniszterelnökség ajánlott fel a rendelőre. A gazdasági bizottság most a pályázatot lebonyolító irányító hatósághoz fordul azzal a kéréssel, engedélyezze az új helyszín kijelölését, és felkéri a városi főépítést, tegyen javaslatokat a lehetséges új területekre. Az úszoda építése kapcsán a bizottság azt tervezi, felkéri a Magyar Vízilabda és Úszószövetséget arra, hogy adjanak állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy az épülő úszoda jelenlegi formájában alkalmas-e arra, hogy versenyengedélyt kapjon. Mert ha nem, áll a bizottság állásfoglalásában, az szembe mehet a pályázat kiírásával, vagyis a versenysportok népszerűsítésével. A hivatal pedig felszólítja arra, kérjen be egy megbízott szakértőtől javaslatcsomagot, melyben dolgozza ki, milyen problémákat lát az építkezés jelen helyzetében. A bizottság arról is határozott, azt javasolja a közgyűlésnek, rendezze meg a szekszárdi születi napokat, melynek előkészítésére 5 fős bizottságot állít föl, melyben helyet kapnak a borászok és a vendéglátó képviselői, az önkormányzat delegáltjai, valamint a szervező kulturális központ szakembere. A felmerült témákról megkérdeztük Bomba Gábort, a bizottság elnökét, aki nem kívánta bővebben kifejteni álláspontját a kérdésekben. Szerdától jelentősen emelkedhetnek itthon az üzemanyagárak. A benzin ára bruttó 8 forinttal, míg a gázolaj ára bruttó 6 forinttal emelkedik. Így szerdától a 95-ös benzint 356 forint per liter, a gázolajat 363 forint per liter áron tankolhatjuk. Füvet nyíró traktornak hajtott egy kocsi Dombóváron a Gunarasi úton kedden délelőtt. A kocsiban csak a sofőr utazott, őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A balesethez a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínelés idejére teljes útzár volt érvényben az érintett szakaszon. A koronavírus járvány miatt nem a megszokott időben kerül sor a háztartásokban a fogyasztásmérők éves leolvasására. A szakemberek arra számítanak, hogy a karanténhelyzet miatt jelentősen megnövekedett fogyasztással kell majd számolniuk a lakóknak. A koronavírus járvány hatására a szokásos tavaszi vízoda leolvasások elmaradtak. A kiküldött számlákon a szolgáltató feltünteti a várható ellenőrzések idejét is. Társaságunk 51 településen szolgáltat, több mint 100 000 fogyasztóval állunk kapcsolatban. A leolvasásokat megpróbáljuk ugye rugalmasan, ez egy elég nagy szám és elég nagy terület, de ezeket a leolvasásokat szükséges és muszáj megcsinálunk ugye augusztus végéig, hogy mindenki a megfelelő fogyasztásnak megfelelő számlát tudja készhez kapni. Többször találkozunk azzal, hogy lopják a vizet, mondja Takács Péter. De az esetek döntő többségében ezek a cselekmények felderítésre kerülnek, és minden ilyen esetnek jogi következménye van. Nagyon leleményes a magyar ember, úgyhogy már sok mindennel találkoztunk igazából, amivel próbálkoznak az emberek, de előbb-utóbb minden kiderül, és ugye nyilván akkor az előbb említett szankciók azok életbe lépnek velük szemben. Augusztus végéig a lakossági mérőórák leolvasása megtörténik, a társasházi mérőket is még egyszer leolvassa majd a szolgáltató. Erre szeptemberben kerülhet sor. A járvány miatt valószínűsíthető, hogy megnőtt a vízvételezés a háztartásokban. A társaság el akarja kerülni, mondta Takács Péter, hogy a végszámla olyan összeget tartalmazzon, mert jelentősen megterhelné a fogyasztók pénztárcáját. Szigorú szabályok betartásával ugyan, de 3 hónap után újra kinyitotta a Tolnai Idősek Klubja hétfőn. Ez azt jelenti, hogy a napközis ellátásnak helyet adó épületben egyszerre maximum 15-en lehetnek. Három hónap után újra megtelt élettel a Tolnai Idősek Klubja. A tagok és a dolgozók is nagyon várták már, hogy eljöjjön ez az idő. Első nap az új szabályokat ismertették a tagokkal, és mindenki beszámolót tartott az elmúlt 3 hónapjáról. Az intézmény az előírásoknak megfelelően minden óvintézkedést betart.
több helyen van az intézménybe kihelyezve kézfertőtlenítő, raktunk ki plakátokat, amik ugye azt mutatják az időseknek, hogy hogy működik a helyes kézmosás, hogyan kell fertőtleníteni, megbeszéltük, hogy hogy kell köhögni, tűzszemteni, tehát a tegnapi napunk igazából így erről szólt. Az elmaradt rendezvényeket nem tudják már megtartani, de ahogy véget ér a különleges intézkedések időszaka, szerveznek egy nagy csoportos főzést. Addig csak a klub tagjainak fele lehet egy időben az intézményben. A jogszabályoknak megfelelően működünk. Ez azt jelenti, hogy július 31-éig csak a tagjainknak a fele lehet egyidejűleg az intézményben, a többieket pedig a saját otthonukba látjuk el igény szerint, ahogy az elmúlt 3 hónapban is történt. Leginkább azok a tagok vannak bent, akiknek a legnagyobb szüksége van a napi felügyeletre, mert a család nem tudja megoldani máshogy. Ez alapvetően is 10-15 főt jelent, így senkinek nem kell azt mondani, hogy ne jöjjön, mondta Bucher Andrea, szakmai vezető. A rendelet szerint július 31-éig kell ezt a létszámkorlátot tartani, így nagyon bíznak a dolgozók és a klubtagok is abban, hogy nem jön el a járvány második hulláma. A Bonyhádi Német Önkormányzat és a helyi Krenclány Néptánc Egyesület tánc- és életmódtábort szervezett a környéken élő gyerekeknek. A kicsik így minimális kiadás mellett tudnak táborozni, mert a programot a Német Önkormányzat pénzzel támogatja. Épp gyakorolnak a gyerekek a német tánc és életmód táborban, amit a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus általános iskolában tartanak. Bárki jelentkezhetett Bonyhádról és a környező településekről is. 48 gyereket táboroztat, 6 segítővel, Köllerné Koch Ilona, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Hosszú hónapokon keresztül, március közepe óta nem tudtunk próbálni, és nagyon hiányzott már az, hogy együtt legyenek a gyerekek, és hogy a szabadidőt értelmesen is eltöltsék, mozogjanak, és azért arra gondoltunk, hogy a táncosoknak és esetleg az érdeklődőknek szervezünk egy ilyen napközis jellegű tábort. Rengeteg programot szerveztek erre az 5 napra. Délelőtt szigorúan táncoktatás zajlik, aztán helyet kap a sport, kézműves foglalkozás és a kirándulás is. Mindezek a német hagyományőrzés jegyében telnek, hiszen meg akarják mutatni a felnövekvő nemzedéknek, hogy hogyan éltek a régi svábok. Napi szinten használják a német nyelvet, és a gyerekek az idősebbek segítségével akár pacskert is készíthetnek kartonpapírból. Bonyhádon működik egy spinstube, ami azt jelenti, hogy fonó, és minden olyan kézműves dolgot készítenek, amit régen a fonóban. Tehát első a pacskerkötés, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a tudást átadják az idősek a fiatalabbaknak, és szerencsére vannak fiatalabb anyukák is, akik jönnek és tanulják, és már meg is tanulták. Ezen kívül horgolni, neccelni, hímezni is megtanulhatnak a tábor alatt azok, akik kedvet kapnak hozzá. A gyerekek nem csak Bonyhádról, hanem például Cikóról, Hőgyészről és Mázáról is érkeztek. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Krenclány Néptánc Egyesület anyagi támogatásával jöhetett létre immáron 4. éve a hagyományőrző tábor. Szép környezet, innováció, adott kategória szerinti szakmai megfelelőség, díszkert. Többek között ezen szempontok alapján választja ki egy szakmai zsűri Magyarország legszebb birtokát. A verseny döntőjébe idén a szekszárdi Bodri pincészet is bejutott. 2020-ban mintegy 50 birtokot jelöltek 7 kategóriában, majd egy 18 fős szakmai zsűri választotta ki kategóriánként a 3 versenyzőt a továbbjutásra. A szakmai zsűri felkeresi mind a 21 jelöltet, és szigorú kritériumrendszer alapján dönt a helyezésekről. Kedden a zsűri bejárta a birtokokat, megnézték a pincészeteket, a szőlőt. Mátrai Zoltán szervező azt mondja, az a céljuk a díjjal, hogy megmutassák, Magyarországon is vannak nívós birtokok, gazdaságok. Arra gondoltunk, hogy a Magyarországon is muszáj megkeresni azokat a szép birtokokat, akikre büszkék lehetünk. Ők valaki az egyik zsűritagunk úgy hívta az egyik gála esten, hogy ők a példaképeink, és tényleg így van, tehát ők ilyen példakép birtokok, akiket aztán jelölünk, döntősök lesznek, kategória győztesek, aztán mondjuk a díj fődíjasa. Az a cél, hogy Magyarországon is meg tudjunk mutatni ilyen birtokokat. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Kedvenc zenekara vidította fel, különleges kezelésre van szüksége a beteg kislánynak. Kinyithattak a múzeumok, galériák, Pécsen is várják a kiállítóhelyek a látogatókat.
Hiába a rossz idő, sokan látogattak el a balatonparti programokra. Még csak 6 éves, de már is rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül Ács Katrina. A pécsi kislány magas kockázati csoportba eső leukémiában szenved. Jelenleg a pécsi gyermekklinikán kezelik, de a megoldást egy Magyarországon még nem elérhető kezelés jelentené. Az úgynevezett T-sejt kezelés azonban több 10 millió forintba kerül, erre gyűjt most a család. Hogy Katrinát jókedvre terítsék, egyik kedvenc zenekara látogatott el hozzá a kórházba, és lepte meg egy mini koncerttel. Ő Katrina, a most 6 éves pécsi kislányról még betegsége előtt készült ez a fotó. Másfél évvel ezelőtt azonban súlyos kór támadta meg, jelenleg a pécsi gyermekklinikán kezelik, szülei mindig mellette vannak. Szoktam például színezni, meg játszani. És hogy érzed magad? Most jó. Katrina magas kockázati csoportba eső leukémiával küzd. Többek között már őssejt transzplantáción is átesett Budapesten, ám a különböző gyógymódok ez idáig nem hozták meg a várt eredményt. Édesapja elmondta, minden egy megfázással és fülgyulladással kezdődött. Amikor már sorozatos volt, akkor azért kezdtünk gyanakodni, hogy valami nagyobb baj van, és akkor egy vérvétel során derült ki, hogy hatalmas, magas fehérvérsejt számon rendelkezik a kislány. És igazából pár óra múlva itt találtuk magunkat a pécsi gyermekklinikán. Hogy felvidítsák a kislányt, a köztársaság bandája látogatott el a kórház udvarára. Az együttes egy mini koncerttel készült, de ajándék plüss játékot is hoztak a tagok. Tulajdonképpen névtelen vagy ismeretlen megkeresés vagy felkérés volt, de aztán kiderült, hogy az egyik tagunknak a barátnőjének az unokahúga tulajdonképpen a kis hölgy. Ami nyilván még egyértelműbbé tette azt, hogy jövünk, ha csak nem szakad minden kötél. A zenekar számára egyébként épp a fellépés előtt derült ki, hogy Katrina szívesen hallgatja őket, így még meghatóbb volt az esemény, tette hozzá Cupi Veronika. A kislány felépüléséhez szakorvosok véleménye alapján elengedhetetlen egy hazánkban még nem elérhető kezelés. Az úgynevezett T-sejt kezelést Izraelben lehetne rövid időn belül elvégezni, ez azonban több 10 milliós tétel. Ráadásul az első feltétel közel 31 millió forint előleg befizetése. Erre gyűjt most a család, és arra kéri azokat, akik tehetik, segítsenek nekik, és főleg Katrinának. Kinyithattak a pécsi múzeumok, kiállító helyek a járványügyi helyzet enyhülésének köszönhetően. Pécsen is több helyen várták már a hétvégén a látogatókat. Azonban maradtak a biztonsági előírások, sőt van olyan hely, ahol előzetes telefonos bejelentkezést kérnek az érdeklődőktől. COVID-19, ezzel a címmel nyílt kiállítás a pécsi Nick Galériában pénteken. A járványhelyzet enyhülésével kinyithattak a múzeumok, galériák. Ez a gondolat már, hogy a kiállítást meg fogjuk csinálni, nyilván a karantén idején megfogalmazódott bennünk. Éreztük és tudtuk, mert beszélünk művészekkel, hogy ilyenkor ebbe a feszült helyzetbe az alkotói folyamat hogyan vetül le a művésznek az életébe, valaki leállt, valaki jobban elkezd dolgozni, és ez nyilván ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy megmutassuk, hogy az élet nem áll meg. A Janus Pannonius Múzeum is fogadta a látogatókat szombattól, de nem a veszélyhelyzet előtti keretek között. Be kell tartani a különböző jogszabályokat, előírásokat, biztonsági követelményeket, ez azt jelenti, hogy maszkot kérünk majd minden látogatótól, hogy hozzon magába a kézfertőtlenítés, és hát az a kötelező másfél méteres távolság az itt is szükséges, hogy ezt betartsa mindenki. Természetesen tömeges csoportulás most sem lehetséges, ám hogyha valaki családdal jön, vagy gyerekével jön, akkor ez persze más megítélés alá fog esni. A pécsi Modern Magyar Képtár is várja az érdeklődőket. A Modern Magyar Képtár gyűjteményének részeként első lépésben a múzeum a Csontvárit, Vazarellit, illetve a Zsolnai Múzeumot nyitja meg. Ide a Modern Magyar Képtárba telefonos bejelentkezéssel lehet jönni, és várjuk a látogatókat. Délelőtt 10 és délután 6 óra között lehet ide bejelentkezni. A kiállításokról, a kötelező szabályokról a Janus Pannonius Múzeum honlapján olvashatnak információkat az érdeklődők. A nem várt rossz idő ellenére sokan kirándultak a hétvégén a Balatonnál, a családok pedig nem maradtak programok nélkül. A Balatonföldvári Hajózás Történeti Látogatóközpontban például több száz jegyet váltottak. A turisták híradónknak elmondták, elégedettek a tó körüli attrakciókkal, hiszen minden korosztály megtalálja a számára a megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Tegnap meg itt voltunk, Olivér!
Itt voltunk Keszthelyen az óriás keréken, és ilyen sokat jöttünk az autóval. Ez a család három kisgyerekkel érkezett Bakonycsernyéről a déli partra. A hétvégét arra használták, hogy bejárják a nevezetes látnivalókat. Bebarangoltuk a déli part nagy részét, illetve átruccantunk Keszthelyre, óriás keréket kipróbáltuk, három gyerekkel vagyunk. Tapolcai Tavasbarlangban jártunk, Bivaj rezervátumban, és akkor a mai nap folyamán pedig idejöttünk, a látogatóközpontba, előtte pedig a Balatonboglári gömbkilátónál voltunk. Mint mondják, számos program és látnivaló közül válogathattak. Aki akarja, az megtalálja a módját, hogy jól érezze magát. Mi a három kisgyereknek is találtunk olyat, amivel abszolút lekötöttük őket, legalábbis igyekszünk. Gyerekbarát programokat, szerencsére a játszóterek látogathatók, úgyhogy kicsit ott kimozogják magukat, és akkor a kevésbé izgalmasakat is mégis kibírják. Mindenhol jó tapasztalatok voltak. Ez a baráti társaság Budapestről érkezett Balatonföldvárra. Ez egy nagyon jó hely, van egy ilyen hajószimulátor, lehet magyarokat kötni, csomókat, van ilyen pedálozó vagy lapátoló evező szimulátor is, amit el kell próbálni. A gyerekek egy vitorlástáborban vesznek részt, így nem hagyhatták ki a hajózás történeti látogatóközpontot sem. Én nagyon szeretem az ilyen kiállításokat, meg a múzeumokat, és szeretem, ha van ilyen interaktív része is, és nekem ez az ilyen hajó parkolós szimulátor nagyon tetszett. Május 15-től újra várja a látogatókat a Balatonföldvári hajózás történeti látogatóközpont és kilátó. A rossz időben nagyon sok családot érdekelt az interaktív kiállítás, ahol a balatoni hajózás történetével és a viharjelző rendszerrel is megismerkedhettek. Gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy szerencsések vagyunk, mert hogy nem pártoltak el mellőlünk a látogatóink. Folyamatosan jelentkeznek be a csoportok, visszatértek a kisebb-nagyobb létszámú családok is hozzánk. A kiállítások mellett népszerű a 70 méteres kilátó is. Ez egy kétszintes épület, ahol láthatóak különböző interaktív elemek, azon kívül maga az épület is nagyon impozáns, hiszen egy hajó alakú épület, ami már messziről látszik. Gyakorlatilag az árbót szolgál kiállító, illetve kilátóként. A Balatonföldvári Látogatóközpont egész évben várja a kikapcsolódni vágyókat és azokat, akik közelebbről szeretnének megismerkedni a balatoni hajózás történetével. Orvosi felméréssel és ráhangoló edzésekkel kezdte meg a közös munkát a PMFC labdarúgó csapata. A gárda szintet lépett, hiszen az augusztus 2-ával rajtoló szezonban az NB2-ben szerepelnek. Az alapozás időszakában egy harkányi edzőtábor, majd felkészülési mérkőzések szerepelnek a programban. A PMFC játékosai először egy orvosi felmérésen estek át, ahol testtömegösszetétel elemzés, kardiopulmonális terheléses mérés, valamint EKG vizsgálat várt rájuk. Ezután kezdődött a közös munka a pályán. Egy biztos, hogy szintet léptünk, de meg kell maradni a játékosságának, tehát meg kell maradni annak a dolognak, ami a futballban érdekes, maga a játékkedv és maga az a fajta szenvedély, ami jellemezte a játékunkat ugye az NB3-ba is. Ezek elcsépelt dolgok, amiket folyamatosan ugye ismétlünk egy felkészülés előtt, hogy szeretnénk úgy beleállni a dolgokba, hogy eredményesek is legyünk, de minden egyes nappal próbálunk erősödni, jobbak lenni, és az egy jó út ahhoz, hogy a bajnokságban megfelelően szerepeljünk. A keret nem teljes, de az már biztos, hogy De Oliveira Aitonnal, Egyed Balázzsal, Godzsajev Telmánnal és Szabó Dominikkal nem hosszabbított a klub. Azok közül a játékosok közül, akiket mi szerettünk volna az előző szezonban lévő keretből megtartani, azokkal sikerült mindenkivel megállapodni. Ugye a szerződések aláírása az még egy kicsit várat magára, hiszen itt ezt a szezon még le kell futnunk, és ugyanez a helyzet az új játékosokkal kapcsolatosan, hiszen a legtöbb játékosnak még tart a szerződése, tehát június 30-án jár le. Ebből kifolyólag még jelen pillanatban nem tudunk új játékosokról beszámolni, hiszen van olyan játékos, akivel már lehet, hogy szóban megállapodtunk, viszont még szerződés ügyileg nem tudtunk. A játékosok számára ismeretlen terep az NB2, hiszen kevesen játszottak már másodosztályban. Ez egy teljesen más év lesz, mint az előző. Sokak számára még ismeretlen ez az NB2-es légkör, de nagyon bízom benne, hogy jó eredményt fogunk elérni NB2-ben is. A csapat hétfőn háromnapos harkányi edzőtáborba utazott, hétvégén pedig már megkezdik a felkészülési mérkőzések sorát. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit.
Ellátás nélkül egyre több a tartósan betöltetlen fogorvosi praxis. Már futófejlesztéseket állítanának le, először ülésezett a járványhelyzet kitörése óta a Szekszárdi Gazdasági Bizottság. Változások a mérőórák leolvasásában, megnövekedett lakossági fogyasztásra számít a szolgáltató. Újra nyitott az idősek klubja Tolnán, egyelőre szigorú szabályok vannak érvényben. Szerdán jelentősen mérséklődik a szél, napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Mérsékelt északnyugati szél fúj majd, éjszaka nyugodt, eseménytelen, csillagfényes időre van kilátás. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!